A játék és az online függőség uralja a mai gyermekek életét. Ez derült ki az IFI klubban rendezett drogprevenciós napon. Nincs már panasznap, de van ügyfélsegítő szolgáltatás. A Budaörsi Járásbíróság azoknak ad tanácsokat, akik ügyvéd nélkül intézik ügyeiket. És idősek karácsonya, városi rendezvény a 70 év feletti budaörsieknek. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Ma tartotta idei utolsó ülését a Budaörsi Képviselőtestület, amit Solymosi László kollégám a helyszínen kísért figyelemmel. Szia Laci, mik voltak a legfontosabb döntések? Szervusz Lajos, köszöntöm a nézőket. Alapvetően két dolgot tudok a testületével kapcsolatban kiemelni. Az egyik talán a legfontosabb, hogy 11 igen és 3 nem szavazattal elfogadták a város 2019. évi költségvetési koncepcióját. A másik talán egy vita a szemétszállítás helyzetéről, ami eléggé pikánsan alakult, hiszen kiderült, hogy nagyon nagy gondok vannak a szemétszállítással, viszont a végeredmény az lett, hogy 14 igennel mindenki támogatta. Solymosi László, köszönöm. A képviselőtestületi ülésből összefoglalót a pénteki Városi Magazinban láthatnak majd, ma este 7 órától pedig megismételjük a délelőtti élő közvetítést. Most viszont azzal folytatjuk, hogy a játék és az online függőség uralja a mai gyerekek életét, nem is annyira az alkohol és a drog. Legalábbis ez derült ki az IFI klubban rendezett drogprevenciós napon. És még az is, hogy a mai gyerekek nagyon jól tájékozottak a különböző függőségekkel kapcsolatban. Budaörsön egyébként egy jól kiépített ellátórendszer működik a gyermekek védelme érdekében. A gyermekjóléti központ mellett van kortárs segítőcsoport is, de a problémát mindig a szülőknek kell felismerni. Nem tudunk lemondani a drogról, mert nem vagyunk elég erősek. Mi a helyzet ezzel? Hát ez jó ez a mondat. Pityu, szerintem te szeretnél ehhez valamit mondani. Igen. Tehát a pszichés függőség az ugye azt jelenti, hogy amikor voltatok, ma ugye biztos nagyon éhesek. Az? Tehát akkor most mi is a hasad éhes? Vagy mi éhes ilyenkor? Vagy hogy van ez? Tehát akkor van egy hiány, igaz? Ez a hiány az, hogy egy éhségérzet. Tehát a tudatod valamit közvetít. Egy éhes vagy. Tehát valahogy akkor így a fejed, onnél kéne elindulni, igaz? Így van, tehát az agy, tehát innen indul az egész ki. A kábítószer, az alkohol és a játékfüggőségről, a szenvedélybetegségekről hallattak egy kicsit másképp Budaörsi általános iskolások a kollektív alternatív csoport jóvoltából megrendezett játékos prevenciós foglalkozáson a Városi Ifjúsági Klubban. A megelőzés miatt hoztuk létre, hogy ők ne kerüljenek rehabilitációs intézetbe, és hogy ne legyenek érintettek, ne legyenek szerfüggők. Nagyon tisztában vannak mindennel, most itt a vetélkedőn láttuk, hogy abszolút tudják, hogy mi a drog, mi számít annak, mivel mit csinálunk. Lehet, hogy volt olyan gyerek, aki mondta, hogy talán legközelebb ők tartanak majd nekünk órát, úgyhogy abban sem vagyok biztos, hogy nem tudnak-e többet. Ami a függőséget illeti, én szerintem az ő korosztályukat, a játékfüggőség, a telefonfüggőség, az online, a virtuális tér, ez rettentően uralja. Az biztos, sokkal kevésbé a cigaretta, az alkohol. Nyilván a későbbiek folyamán ez is azért 14-15 évesen megjelenik, de most jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy játékunk, ahol abszolút bebizonyosodott, hogy nagyon sok játékfüggő gyerek ül itt köztünk. Mit lehet tenni ez ellen, és hát mondjuk egy-egy ilyen kibeszélős lehetőség mennyire segít abba, hogy szembesüljön saját magával? Igen, hát biztos a kibeszélős lehetőség is nagyon jó, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy kell itt is egy bebukás, hogy amikor beteg, akkor nem gondol rá senki, vagy esetleg megbukik, nem tudom, matematikából, mert soha nem csinál házi feladatot, mert éppen játszik. Tehát most már nem vagyok benne biztos, hogy a józanész és az észérvek őket helyre rakják. Sőt, szerintem biztos, hogy nem. Tehát nagyon nehéz ebből kikerülni, és amit a gyerekek maguk is megfogalmaztak, hogy tulajdonképpen az időt eszi meg ez az egész játék, és elveszi a barátságtól, elveszi a családtól. Nyilván egy ilyen rádöbbentés azért lehet, hogy segít mégis, hogy talán nem ezt kellene. De gondolom, hogy élesben, amikor problémájuk van és bajba kerülnek, a virtuális idézőjeles barát nem fog nekik segíteni, talán az a legnagyobb pofon, amit kaphatnak.
azért léteznek olyan játékok is, amik építőek, például logikai vagy programozós meg, tehát oké, hogy az is tud függőséget okozni, de legalább az építő. Tehát mondjuk, hogyha folyamatosan egy lövöldözőssel játszol, vagy egy ilyen mondjuk Fortnite-at, annak is van logikája, meg stratégiai, de tehát minden játéknak megvan a maga építő készsége szerintem. Igen, ez biztos így van egyébként. Nekem van egy kedves ismerősöm, aki ilyen játékokat tesztel, tervez, és ő mondta, hogy annyira nem lehet ezeket kategórikusan elutasítani, és azt mondta, hogy ez mind rossz, mert van olyan gondolkodás, amit fejleszt, vagy van olyan rész az agyatokban, amit fejleszt. Azt viszont határozottan ő is azt mondta, hogy az sajnos, amit fejleszt, azt majd, hogy nem elveszi azt, amit ad, hiszen elveszi az idődet. Az látszott, hogy a virtuális játékok kérdése húsba vágóan érintette a hatodik osztályosok nagy részét, így egész komoly vita alakult ki arról, hogy mikortól beszélhetünk függőségről, és mikortól nem. Sok véleményt hallottam, ami számomra érdekes, és még a mások szempontját, álláspontját is mérlegeltem, meg észrevettem, hogy ők hogy vélekednek. A játék alapján mennyire tartod magad függőnek? Mert ugye azért sokaknak a visszajelzés alapján úgy tűnt, mintha azért egy picikét a függőség benne lenne az életében. Szerintem túlzottan nem vagyok függő, még egészséges mértékben még szoktam játszani, de túlzásban nem szoktam vinni. Nagy részt tudtam már, és tudom, hogy ez egy nagyon veszélyes és rossz dolgom. Alkoholfogyasztás, droghasználat, ezek nem nagyon jó dolgok, viszont például az alkoholt lehet fogyasztani, de azt is mértékkel. Azt láttam, hogy ugye azért titeket leginkább a játék érint. Saját magaddal szembesülve te mennyit szoktál játszani, és mondjuk függőnek tartod a magad, vagy nem? Hát én szoktam természetesen játszani, mint nagyon sok gyerek, viszont nálunk vannak szabályok, és azokat be szoktam tartani, mert én nem szeretek nagyon sokat játszani. Én szeretek a családommal, illetve a testvéremmel, és kint szomszéd gyerekekkel vagy osztálytársaimmal játszani a szabad levegőn. Mennyire szoktatok ilyenről a barátaittal beszélgetni, és hát mennyire tudtok egymásnak segíteni, hogyha baj van? Természetesen tudunk segíteni, szoktunk erről beszélgetni, természetesen keveset. Valaki viccre veszi, ami nem jó, viszont sokan komolyan veszik, és bennünk igazán meg lehet bízni, és azon kívül szoktunk, ahogy előbb is mondtam, beszélgetni, és ezeket így megtárgyaljuk. Természetesen velük is szoktam néha játszani, és velük is csak úgy, hogy mértékkel. Hát ha érzi, hogy gond van, nagyon sok helyre fordulhat. Van egy nagyon jó gyermekjóléti szolgálatunk, ahol távkarokkal várják az olyan gyerekeket, akiknek problémájuk van. Van egy nagyon klassz kortársegítő csoportunk, jobban mondva három, hát kettőhöz már abszolút lehet fordulni. És természetesen hozzám is, tehát hogy vagyunk itt Budaörsön, van ellátórendszer, vagy van olyan, aki meghallgatja és továbbküldi, van olyan, aki tud ezzel foglalkozni. De nyilván itt szerintem elsősorban a szülőnek és az iskolának kell meglátni, de elsősorban a szülőnek, hogy itt valami gond van. A gyerekek számára talán a legmegdöbbentőbb az volt, amikor olyanokkal hallgathattak meg beszélgetést, akiknek éppen a drogfüggőség miatt futott zátonyra az életük, hiszen azonnal kiderült, hogy milyen apróságokon múlhat az egész. Akinek nem megy egyedül, annak már segítség kell. És egy terápiás program kell ilyenkor, egy útvezető, egy vonalvezető kell ilyenkor, hogy valaki újra rátaláljon a helyes útra. Én ebbe segítek, ebbe segítünk. A kontrollálás, illetve a talpon maradás az egy életre szóló programot kell, hogy jelentsen. Az, amint a fogyókúra is egy életre szól. Vagy ha valaki alkoholbeteg, vagy alkoholfüggő, vagy gyógyszer, vagy drogfüggő, akkor az életét kell, hogy átformálja, és egy életen át kell neki akkor tisztának lennie. Tehát ez egy hosszú-hosszú program. Ez a cél, hogy helyesen tudjanak dönteni. Próbáljuk formálni próbálunk inkább azt, hogy belelássanak egy picit, hogy mi is ez a világ, és hogy nem ismerik ezt a világot, elképzelésük sincs, hogy milyen problémába keveredhetnek bele. Naívan és ártatlanul belecsöppennek egy olyan élethelyzetbe, ami túlnő rajtuk, és megeszi őket. Ezt próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy tudjanak tudatosan dönteni, tudjanak tudatosan élni.
Ez is egy hosszabb feladatnak kéne lenni. Két óra alatt itt nem lehet megváltani a világot, nem tudunk annyi információt, annyi kapaszkodót adni nekik, hogy jól tudjanak dönteni. Csak megvilágítunk, rávillantunk néhány kérdésre. Nincs már panasznap a budaörsi járásbíróságon. Van viszont ügyfélsegítő program, ügyfélsegítő nap, ez a panasznap szerepét, helyét veszi át. Itt van a stúdióban dr. Lizicai Sándor, aki a budaörsi járásbíróság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért történt a változtatás? És ez az elnevezés változás, ez tartalmi változást is takar? Tartalmi változás nem jelent, ez tulajdonképpen egy elnevezésbeli változás. A panasznap ügyfélsegítőnek az a célja, hogy a bírósághoz való hozzáférést megkönnyítse az ügyfelek részére. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egy kiemelt stratégiai célja annak a biztosítása, hogy az ügyfelek minél könnyebben hozzájussanak a bírósági szolgáltatásokhoz. Így ennek az egyik példája, vagy egyik típusa az ügyfélsegítő. Panasznap volt régen, és ennek az elnevezése változott ügyfélsegítőre. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke írt ki egy pályázatot az elnevezés megváltoztatása érdekében, aminek tulajdonképpen az volt az indoka, hogy a bíróságokra se panaszkodni járnak az ügyfelek, az emberek, hanem azért, hogy a bíróság segítsen nekik, és ezért lett az ügyfélsegítő az új elnevezés. Tartalmi változás tulajdonképpen nincsen az intézményben. Ez az ügyfélsegítés, ez lefordítva és leegyszerűsítve jogi tanácsadást jelent? Ez tulajdonképpen jogi tanácsadást jelent fő keretekben, ez három fő dolgot jelent. Egyrészt a szóban előadott kérelmeket a bíróság ezt jegyzőkönyvbe foglalja, a másik lehetőség, amit az ügyfelek... Bocsánat, csak mondjon rá példát, milyen kérelmet foglalhatnak ott jegyzőkönyvben egy ilyen most már nem panasznapon, hanem ügyfélsegítésen. Tulajdonképpen bármilyen kérelmet, akár egy folyamatban levő perrel összefüggő kérelmet, akár még egy meg nem indult per megindításához szükséges kérelmet, fellebbezéstől elkezdve, feljelentéstől, hogyha magánvádlási eljárásban kerül erre sor, ez az egyik területe az ügyfélsegítő szolgáltatásnak. A másik területe az pedig különböző nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás, és a harmadik területe pedig, amit ön is említett, a különböző felmerülő kérdésekben jogi tanácsadás. Ez az egész intézményt a jogszabályi keretek között csak a jogi képviselővel nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe, ők tudnak a bírósághoz fordulni ezen szolgáltatással összefüggésben. De akkor leegyszerűsítve, ha valaki egy viszonylag egyszerű jogi ügyet szeretne elintézni, mondjuk eldönteni, hogy bepereljem-e a szomszédomat azért, mert... akkor ott megmondják, hogy igen, van értelme, vagy ahhoz, hogy beperelje ez kell? Ez utóbbi történik, tehát nem anyagi jogi kérdésben nyújt segítséget ilyenkor a bírósági dolgozó, nem azt mondja meg, hogy érdemes-e pereskedni, vagy nem érdemes pereskedni, nem azt fogja megmondani, hogy mi lesz a pernek a vége, ki fog nyerni, ki lesz a nyertes fél az eljárás végén, hanem azt fogja megmondani, hogyha be akarja perelni a szomszédját, akkor milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy az eljárás meginduljon. Milyen iratokat kell becsatolni, milyen nyomtatványt kell kitölteni, hogyan lehet megindítani az eljárást. Ennek milyen költsége van, milyen illetéket kell lerúlni, ebben tudnak segíteni a kollégáink. De ezt elméletileg nem ügyvédnél kellene intézni? Nyilván lehet ezt ügyvédnél is intézni, de ahogy mondtam az előbb, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleknek nyújt a bíróság ilyen jellegű szolgáltatást, pont azért, hogy a bírósághoz fordulás jogát a bíróság is biztosítsa ilyen formában. Most már tehát ügyfélsegítés és nem panasznap, de gyakorlatilag ugyanaz, mint a régi panasznap, tehát gondolom vannak statisztikák, hogy mennyien élnek ezzel a lehetőséggel. Igen, olyan statisztikai adatokat tudok mondani, mert budaörsi bíróságra vonatkozik. Heti szinten tartunk panasznapot, hétfőnként van, 9-től 15 óráig tart a panasznapi, illetve most már ügyfélsegítő szolgáltatás. A rendszer az úgy működik, hogy előre meghatározott időpontokat lehet lefoglalni, akár ez egyik lehetőség, így juthat el az ügyfél a bíróságra. A másik lehetőség pedig, hogyha hétfői napon odajön, akkor vagy kivárja a sort, és a lefoglalt időpontok után kerülhet sorra, vagy pedig egy újabb időpontot tud foglalni. Ennek megfelelően körülbelül ilyen 20 percenként, fél óránként kerül sor egy-egy ügyfélre, és így a heti érkezett panaszosok, vagy hát ügyfélsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma, az körülbelül 10-15, maximum 20 fő, akivel tudunk foglalkozni. Elmondta, hogy nagyjából milyen ügyekben, milyen ügycsoportokban lehet az ügyfélsegítést igénybe venni, de mégis mi a tipikus, mi a gyakori? Minden előfordul ezek közül? Hát tulajdonképpen nagyon sokféle ügy fordul elő, alapvetően polgári ügyekben szoktak az ügyfelek segítséget kérni az ügyfélsegítőtől, büntető ügyekben elvétve fordul elő, itt is inkább magánvádas ügyekben, magánvádas eljárások megindításával kapcsolatosan kérnek segítséget. Polgári ügyekben pedig alapvetően személyállapottal összefüggő perekben,
vállóperekkel összefüggő gyerek elhelyezés, gyerektartás megfizetése, gondnokságon elhelyezéses ügyekben kérnek segítséget az ügyfelek, de persze vannak extrém példák is, például elmérgesedett szomszédi viszonyban kérnek segítséget, különböző szerződések megtámadásával, érvénytelenségének megállapításával összefüggésben is előfordulnak kérdések. Ha például itt maradunk mondjuk egy válás esetén, mondjuk az ügyfél segítésen ott lévő kollega adhat olyan segítséget, hogy nagyjából mekkora tartásdíjat kérjen, mihez ragaszkodjon a közös tulajdonból, hogy szokott ez általában lenni, tehát nyilván nem a konkrét esetre vonatkozóan, de hogy az a tendencia, hogy havi 30 ezer forint tartásdíjat szoktak fizetni. Ilyeneket nem mond? Ilyen jellegű tanácsot vagy javaslatot nem adnak a dolgozóink az ügyfelek részére. Alapvetően azt tudják elmondani, hogyha meg akarja indítani az eljárást, annak milyen lépései vannak, milyen menetben zajlik a bírósági eljárás, és mi lehet az eljárásnak a vége. Segítséget nyújtanak abban is, nyilván, hogyha megkérdezi az ügyfél, hogy lehet-e tartásdíjat kérni, és ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, akkor ezzel kapcsolatosan nyújtanak tanácsot, segítséget, megfogalmazzák a szóban előadott kérelmeket, jegyzőkönyvezik, illetőleg az ezzel kapcsolatos nyomtatványokat segítenek az ügyfeleknek értelmezni is, és kitölteni is. De mindig az ügyfélnek kell azt eldönteni, hogy mivel szeretne a bírósághoz fordulni. Az ügyfél segítenek az egyik legnagyobb nehézsége vagy problémája, nagyon sok esetben az ügyfelek igazából nem fogalmaznak meg jogi problémát, és ezért változott az elnevezés, hiszen nagyon sokszor eljönnek a bíróságra, elmondják azt az élethelyzetet, amiben ők vannak, de ez nem igényel, vagy nem merül fel ezzel kapcsolatosan bírósági feladat. Ilyenkor a bírósági dolgozók tanácsot tudnak adni, hogy hova tudnak fordulni, melyik hivatalhoz, melyik hatósághoz tudnak fordulni, hogyha nem a bíróságra tartozik az eljárás, és akkor adunk jogi tanácsot, amikor pedig bírósági eljárás megindításához, a bírósági útra tartozó ügyel találkozunk. Munkaügyekben, munkajoggal kapcsolatban is kérnek tanácsot, ez például gyakori? Előfordul ilyen is, alapvetően azért nem szerepel nagy számban nálunk ilyen jellegű kérdés, mert ezt a Budapest környéki törvényszék területén a Budakörnyéki Járásbíróság ügyfélsegítője nyújtja a munkajogi kérdésekkel a tanácsadást, de ha hozzánk fordul valaki ilyen kérdéssel, természetesen mi is adunk neki tanácsot, segítséget. Az olyan nagyon egyszerű polgári perekben, mikor átlóg a fa a szomszédból, vagy a szomszéd arrébb rakta a kerítést, és elvett tőlem 20 centit, és akkor most mit tegyek, hívjak földmérőt, és hogy pereljen be őt, hogy vissza lehessen rakni a kerítést. Ilyenekben is adnak segítséget, hogy akkor kérem szépen hívjon földmérőt, ezt tegye, azt tegye, amazt tegye? Igen, alapvetően a másik problémája a panasznapi ügyfélsegítő szolgáltatást igénylő ügyfeleknek, hogy ide jön a problémával, de nem hoz hozzá semmilyen okiratot. Számos esetben ez az ügyfélsegítőnek az első lépés, hogy elmondja, hogy ahhoz, hogy egy ilyen jellegű pert meg lehessen indítani, milyen iratokat, okiratokat kell csatolni. Nagyon sok esetben ez is probléma, hogy az ügyfél még a személyigazolványát sem hozza magával, és amikor mondjuk egy keresetlevelet kell felvenni, a nyomtatványt kitölteni, akkor ugye nem tudja a bírósági dolgozó ellenőrizni azt, hogy az az ügyfél az egyébként ki, és hogy ő azt a keresetlevelet be tudja nyújtani. És akkor elküldik, azt mondják, hogy akkor ez most így nem tud létrejönni. Nyilván ilyenkor ez akkor vagy elmondjuk neki, hogy milyen nyomtatványt kell kitölteni, és ebben adunk tanácsot, és nem segítünk neki a nyomtatvány kitöltésében, vagy pedig azt mondjuk, hogy a következő ügyfélsegítőre jöjjön vissza, hozza ezeket az iratokat, hozza a személyes iratait is, és ebben az esetben a nyomtatvány kitöltését is segítjük. De aki nem kér ügyvédet, az ilyenkor el is indíthatja gyakorlatban a pertát, beadhat egy keresetlevelet? Tulajdonképpen igen, tehát hogy az ügyfélsegítőnél van arra is lehetőség, hogy a keresetlevél nyomtatványt az ügyfélsegítő segítségével kitöltsék az ügyfelek, és azt azonnal be tudja nyújtani a bíróságra, és ez tulajdonképpen ezzel meg tudja indítani az eljárást, és megy a bírósági menetben az eljárás tovább. Büntető eljárással kapcsolatban szoktak kérdezni? Például olyanokat, hogy engem tanúként idéznek, elmenjek-e, ha elmegyek, mit mondjak, mit nem mondjak, mikor követek el rosszat. Nyilván azt mondják, hogy természetesen a teljes valóságot mondják, vagy mégsem, mert hogy az ügyvédek mindig azt mondják, hogy csak arra válaszolj, ami a legfontosabb, ami a tényhez tartozik. Igen, előfordulnak ilyen jellegű kérdések is. A tanúnál annyiban speciális a helyzet, hogy ők alapvetően nem az ügyfélsegítőhöz fordulnak, hanem a bírósági szervezetnek, szintén az Országos Bírósági Hivatal elnökének a stratégiai céljai mentén van egy olyan jellegű szolgáltatása, hogy a tanúsegítő intézmény. A tanúsegítő pont ezeket a feladatokat látja el, tulajdonképpen minden járásbíróságon van ilyen tanúsegítő, akihez lehet fordulni, megkapja a tanú a nyomtatványt, az idézéses nyomtatványt, ezen szerepelnek a jogai és a kötelezettségei is, de természetesen
természetesen ez egy átlag ember számára nem minden esetben érthető, és felmerülnek ilyen kérdések is, hogy megillet-e védelem, kapok-e úti költséget, hogyha elmegyek a bíróságra, felmerülnek ilyen kérdések is, hogy mit kell, mit lehet, vagy mit szabad mondanom, és ezt a tanúsegítő keretében tud ilyen felvilágosítást adni. Nyilván, hogyha az ügyfélsegítőhöz jön valaki ilyen kérdéssel, akkor ott is segítenek a kollégák, de ez alapvetően két eltérő intézmény. A büntetőügyekkel kapcsolatosan szintén az eljárási törvény kötelezővé teszi a bíróságok számára itt is, hogy a szóban előadott kérelmeket jegyzőkönyvbe kell foglalni. Itt alapvetően ami szóban előadható kérelem az eljárás megindításához a magánvádas eljárásokban, például, hogyha egy rágalmazásos, becsületsértéses eljárás, vagy egy könnyítési sértéses eljárást kíván valaki indítani, akkor előfordul az, hogy bejön a bíróságra, és elmondja azt, hogy mi történt, és emiatt feljelentést szeretnek tenni a bíróságon, és akkor ezt az ügyfélsegítő keretében jegyzőkönyvbe foglaljuk. Sok mindent megtudtunk ezzel kapcsolatban. A központi telefonszámot hívja valaki, ha időpontot szeretne kérni, vagy mi a menete? Igen, kétféle módon tud időpontot foglalni, vagy a Budaörsi Járásbíróság központi telefonszámát hívja, és akkor az ügyfélcentrumba fogják kapcsolni, és úgy tud telefonon időpontot foglalni. Ez három dolgot kell megadni. Meg kell adni egy a nevét, a telefonszámát, és azt, hogy milyen jellegű problémával szeretne a bírósághoz fordulni, illetőleg személyesen is szintén az ügyfélcentrumra lehet ugyanezen adatok megadásával időpontot foglalni. Ennek az az előnye, hogy akkor nem kell várakoznia az ügyfélnek, hanem megadott időpontra érkezik, és megadott időpontba fogják beszólítani. Hát úgy, mint a fogorvosnál, lehet, hogy van egy pár perc késés, de nagyjából ez tartható. Még egy utolsó kérdés, azt mondta, hogy jegyzőkönyvet vesznek fel. Minden egyes ilyen tanácsadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy csak akkor, hogyha ennek lesz valami következménye, tehát ha például egy pert indít valaki. Igen, tehát a jegyzőkönyv felvételre akkor kerül sor, hogy ő szóbeli kéremet ad elő, és a szóbeli kéremet kéri jegyzőkönyvbe foglalni. Ha csak tanácsot kér, felvilágosítást kér, akkor ez egy szóban adott felvilágosítás. Ennek annyi nyoma van, hogy ebben az ügyfélsegítő füzetbe ugye regisztráljuk azt, hogy ki érkezett, milyen jellegű problémával, és az, hogy ott volt az ügyfélsegítőn. Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Nagyon szívesen. Idén is a 70 év felettieket hívta meg az önkormányzat az Idősek Karácsonya elnevezésű rendezvényre. Most is teltház volt a programon, sőt, talán a szervezők amiatt is aggódhattak, hogy mindenki beférje a műsorra, amellyel kedveskednek a szenioroknak. A rendezvényen a korábbi évek tradíciójának megfelelően Vittinkov Tamás polgármester üdvözölte a vendégeket. Ha belegondolunk abba, hogy milyen körülmények között született meg Jézus a betlehemi jászolban, az is arra int bennünket, hogy bizony azokon az embereken, akik valamilyen oknál fogva gondban vannak, mert akkor éppen nem találtak máshol szállás helyet, segíteni kell, hogy fedél legyen a fejük felett. Ezt a kitérőt csak azért mondtam el, mert mostanában erről sokféle gondolat hangzik el, és mintha időnként azt érezném, hogy az emberség, az empátia, a mások iránt érzett együttérzés úgy kezd egy kicsit eltűnni a gondolkodásunkból, és én nagyon szeretném, ha ez nem így lenne. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Vittinkov Tamás budaörsi polgármester azokat az idős és szépkorú vendégeket, akik elfogadták a város meghívását és ellátogattak az idei hagyományos Idősek Karácsonya rendezvényre. Elsőként a korábbi évek megszokott tematikájának megfelelően a Piros Rózsa dalkör lépett színpadra a közel 800 meghívott vendég előtt. Nagyon fontos, hogy karácsonykor is odafigyeljünk azokra, akik esetleg egyedül maradtak, vagy nehezebb anyagi körülmények között vannak. Ebben azért biztosan tudnak segíteni a barátok és a család is, de az, hogy utána mi van évközben, az legalább ennyire fontos, hogy ne maradjanak egyedül a problémáikkal. Mi olyan szociális hálót alakítottunk ki, amiben
egyszerűen nem tudjuk elviselni azt, hogy bárki nélkülözzön, de nem csak az elemi ellátási kérdésekben igyekszünk segítséget nyújtani, hanem például az ingyenes buszjárat, vagy a szociális hálón mellett az egészségügyi szolgáltatások biztosítása, a házi orvosi jelzőrendszeres orvosi ellátás, és sok-sok olyan lehetőség ideértve az informatikai oktatást, a számítógéppel való bánást, megtanulását, hiszen idős emberek, akik korábban azt hitték, hogy ez számukra elérhetetlen, rájönnek arra, hogy kinyílik a világ, el tudják érni az unokáikat, és van nagyon sok olyan vizsgálat, kutatás, ami azt mutatja, nem mindig a gyógyszerek, nem mindig az orvosok segítenek a legtöbbet, hanem az emberi kapcsolatok legalább ennyire fontosak. Tehát ha otthon vagyunk, egyedül vagyunk, sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy a bánatunkat, a depressziónkat erősítsük, vagy akár betegségek alakuljanak ki, a gyógyuláshoz vezető út pedig a közösségi élet. Ezért támogatjuk nyilvánvalóan az idősszervezeteket, hogy minél több olyan közösségi program legyen, ahol együtt tudnak lenni. A budaörsi idősek karácsonya évtizedes múltra tekint vissza. A budaörsi önkormányzat képviselőtestülete nem csak karácsonykor, hanem egész évben gondoskodik az budaörsön élő idősekről. Nagyon sokféle támogatást kapnak, de karácsonykor még egy plusz 10 000 forintos támogatást kapnak. Az arra rászorulók, ugyanis nem minden 70 éven felüli, hanem a 70 éven felüli és 110 000 forintos nyugdíj alatt jövedelemmel rendelkező idősek kapnak 10 000 forintot postán, készpénzben, mi nem utalványt adunk, hanem azért adunk készpénzt, hogy azt az idős ember a saját belátása szerint arra használja fel, ahol neki a legnagyobb szüksége van rá. A budaörsön élő mintegy 3 000 70 éven felülinek közel az 1/3 kap ilyen támogatást. Szerencsére a többi idősnek már 110 000 fölött van a nyugdíja, tehát itt csak kizárólag a legrászorultabbakról gondoskodik az önkormányzat, és szeretnénk ezzel a mai nappal is egy kulturális műsorral az időseknek a karácsonyra való ráhangolódását segíteni, és megköszönni nekik azt, hogy budaörs életében részt vesznek, ugyanúgy a nyugdíjas civil szervezetek is, és a település civil életét is gazdagítják. Mennyire aktívak a budaörsi nyugdíjas klubok? Hát szerencsére nagyon aktívak, azért mondtam, hogy mindenféleképp köszönet illeti őket, hogy nagyon sok idős embert bevonnak ebbe a klub életbe, ezzel oldva a magányukat, az elszigetelődésüket, és segítik az önkormányzat munkáját is abban, hogy eljutnak hozzánk, vagy eljuttatnak olyan időseket, akik otthon egyedül élnek, támogatásra szorulnak, és akkor mi az ellátó, a szociális ellátó rendszeren keresztül segítjük őket. Szerencsére a legtöbb esetben nincs szükség segítségre, hiszen Budaörsön aktív közösségi élet jellemzi a nyugdíjas klubokat. Szívesen és lelkesen veszik ki a részüket a város mindennapi életéből, segítik és támogatják is egymást. 130 fővel indult a városi klubunk. Egy olyan 30-40 fő a kemény mag, aki állandóan jár velünk kirándulni, nagyon sokat megyünk fürdőkbe, jó a csapatunk. Most is például volt a Mikulás ünnepség, mindenkinek sikerült ajándékot adni, nagy örömmel fogadták. Most december 20-án lesz a évzáró ünnepségünk, itt a nyugdíjas klubban, egy kis zenével, káposztával, meg hát egy több ajándékkal várom a nyugdíjasaimat. Akkor jó kedvel búcsúzik a új év. Igen, és nagyon jó zenés esteket szoktunk szervezni. Most novemberben volt egy teltházzal, és már nagyon várják a februárit, mert februárban lesz nekünk megint. Akkor úgy gondoltam, hogy farsangibált szervezünk, és mindenkit várunk szeretettel. Még a dátumot nem tudom, de majd meg fogjuk hirdetni. Budaörsön nagyon sokat gondolnak a nyugdíjasokra, és nagyon jó szervezik ezt a nyugdíjas klubokat, segítik, mi is egy klubnak tagja vagyunk, és járjuk az országot, amióta Budaörsön ez bejött. Milyen programokon szoktak általában részt venni? Mi nagyon vegyesek vagyunk, vegyes mindent szeretünk. Szoktunk ezekre az utazási
előadásokra. Most éppen nézem, hogy Egyiptom lesz a januárban a téma, és a nyugdíjas klubban járjuk az országot, nagyon szeretünk múzeumban járni, fürdőbe kevésbé, de külföldre járunk a nyugdíjasokkal, szóval nagyon-nagyon jól érezzük magunkat ott is, és hát Budaörsön meg nagyon szeretünk lakni. A karácsonyi köszöntésből természetesen nem maradhattak ki a gyerekek sem. A Szélrózsa Néptánc Együttes fiataljai igazán jó hangulatú műsorral örvendeztették meg a vendégeket. A Városi Magazin után először sportás, majd a délelőtti képviselőtestületi ülés ismétlése következik, de a testületi ülést csak azok látják, akik szerdán este néznek bennünket. Most viszont mindenkinek programajánló. Lucanap alkalmából a Jóslás Boszorkányság vagy Tudomány című előadásával várja az érdeklődőket Kis Katalin Jósnő csütörtökön 10 órára a lakótelepi közösségi házba, majd 12 órától egyéni elemzésre is van lehetőség. Karácsonyi dizájnvásár lesz a Major kávézóban pénteken 15 és 20 óra között. Sörkóstolóval egybekötött előadásra is készülhetnek pénteken este 6 órától a művelődési házban. A Budaörsi Advent programsorozat részeként számos ingyenes kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak. Csütörtökön 17 órától a Kiskalász zenekar koncertje várja a gyermekeket a Jókaiba, este 7 órától pedig Lakatos György fagott művész adventi koncertje csalogatja a felnőtt közönséget a Posztártba. Majd pénteken este 6 órakor Györfi András festőművész kiállításának megnyitója kap helyet a Posztárton. És akkor mutatjuk az elérhetőségeinket, közben mondom még egyszer, hogy a testületi ülésből a pénteki Városi Magazinban adunk majd összefoglalót. Én már köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.